és szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor bele is várjuk a megnyitó szövegbe, aminek az a címe, hogy ti vagytok bezárva. És valaki egyszer ezt felírta, ezt a gondolatot egy szuperszéles filchegyel, egy forgalmas utcasarkon álló villanydobozra, plusz fölé rajzolt még egy apró ablakot, annak a keretében egy apró lombos fát kanyarított, mögé pedig apró fekete sugarakkal virító napocskát. Idilli. Valahogy mindig az utamba került, tényleg forgalmas helyen volt, és arra jártam iskolába is, és ahányszor elolvastam, annyiszor gondolkodtam el azon, hogy most akkor tényleg ki van igazán bezárva. Valaki egyszer azt mondta, hogy mi mindegy olyan univerzális fegyelmi rendszerben élünk, aminek nem csak szélsőséges esete, hanem metaforája is a börtön, mert a felügyeleti technika nem csak a fegy és fokházakat jellemzi, univerzális. Hiszen a börtön is ugyanannak az ötletnek a szülötte, mint a kaszárnya, a kollégium, az iskola, a gyár, a dologház, a kolostor és a többi. A 17.-18. században szemben a korábbi kivégzéses, kínvallatos terrorral a fegyelmezés lett a hatalom általános mintája, más szóval a világrendje. Amikor tehát bezártságról beszélünk, érdemes ezt szem előtt tartva gondolkodnunk, tegyünk így most is. Valaki, egy ismeretlen, egyszer börtönbe került, és a börtönnek különleges összetételű falába véste, We Suffer. Cizellálta volna még, de már nem volt ideje, ott van. Látszik, hogy félbehagyta, sietve távozott, állítja Szarka Péter. Jó, de ki ez a valaki, vagy kik ők, kik vannak, vagy kik lesznek bezárva? Megkérdezhetjük erről Pétert is, aki mint jövőbeni archivátor, vagy jövőfürkész összegyűjtötte ezeket a körülöttünk lógó, ismeretlen eredetű börtönrajzokat. De megválaszolhatom én is, most úgyis ez a tisztem. Valaki egy nem publikus interjú során azt mondta nekem erről, hogy talán úgy tűnhet a művész, aki szerint jelenleg utolsónak érzi magát, a művészetelmélet diktálta hierarchiában, bizony a látszólagos és viszonylagos szellemi szabadságra ellenére sem viselkedhet igazán szabadon. Kultúrpolitikai körülmények is folytogatolhatnak, nem beszélve a közeg elvárásairól és az észrevétlenségtől, illetve az elmasztalástól való félelemről. A V ezek alapján jelentetni akár a művésztársadalmat, de tekintve a korábban hivatkozott gondolatot, nincs értelme kifürkészni, hogy mi a referenciája a többes szem első személyű alanynak, hiszen gyakorlatilag mindenki minden helyzetben szabályok között mozog. Azért ezt el akartam mondani. Van olyan, aki szerint Szarka gyűjtése inkább börtönirodalom, mint sem börtönrajztár, a kollekció tárgyai amolyan kvázi szövegek, amik félúton állnak a digitális és a manuális szövegalkotás, az objekt és a falfirka vagy az graffitó között. Olyan az egész kiállítás, mint egy nagy szövegmontás, mint egy fanzin régebbi fajtából. És bár a montásszerű felépítés apropóján lényegében minden kiállítást fanzinszerűnek lehet tekinteni, azonban ebben az esetben, amikor a szabadságállapotot fontos szerepet kapnak, különösen releváns egy ilyen párhuzamosság megállapítása és kifejtése. Ezzel kapcsolatban már valaki megírta, talán pont én, hogy a fanzin készítője úgy általában sosem kényszerül semmilyen külső esztétikai, szellemi vagy időbeli keret közé, munkatempóját és közlendőjét csak is önnön törvényei szabályozzák, vagyis szabad. Módszere a kiválasztás. Nem uralkodik rajta mások ízlése, elvárása, akarata, zsarnoksága. Fanzin bárki csinálhat, és az olyan korszakokban, amikor a szabadságállapotok kétségbejtőek tömegével készülnek is ilyen magánkiadványok. Szarka kiállítása, vagy ha tetszik térbeli fanzinja, a kontextusukból kitépett szövegrészletek törvényt nem ismerő felhasználási módjában is ezt a formát idézi. A barkács esztétika jegyében készült punk fanzinok, az öntörvényű tipográfiai tervezést, a cenzúrázatlan tartalomszerkesztést és a minden szabályt ignoráló barbár produktivitelezést. Nézzünk csak körül. Igénytelen anyagok a lehető legkisebb anyagi befektetése létrehozott tárgyak sorakoznak, és kurvára nem akarnak szépek lenni. Hogy mi a szép, azt már sokan megírták, úgyhogy a szabadságfogalomhoz hasonlóan, ez is relatív, ezért az alkotó hiába ügyelt arra, hogy semmi se legyen itt az, hiába minden barbárkodás, mert valaki már azt is megírta, hogy ez a sorozat a magyar kortárs művészet egyik csúcs teljesítménye. Szóval hivatalosan is szép lett. Ezzel a fiát.